Sziasztok! Ezúttal a magyar irodalomtörténet nemzetközi mércével mérve is első igazán jelentő szerzőjéről, János Pannoniusról lesz szó. Vágjunk is bele, nézzük meg először, hogy ki volt ez a pannóniai, vagy magyarországi János, magyarul, vagyis latinul János Pannonius. A pontos családi nevét nem tudjuk. A korabeli szokásoknak megfelelően költői álnevet választott magának, ez a János Panonius, ami magyarul magyarországi Jánost jelent. A pont a születési helyét sem ismerjük, de azt tudjuk, hogy egy nagyon elit családba született bele. Az anyai nagybátyja Vitéz János Nagyváradi Püspök volt, aki aztán később Mátyás király egyik első embere lett. Magyarul jó körülmények, jó társadalmi státuszba, jó körülmények közé jó társadalmi státuszba született bele János Pannonius, ennek megfelelően a nagybátyja el is küldte Itáliába tanulni. Tehát tulajdonképpen a legelitebb itáliai középiskolákban is egyetemen tanult, a legkorszerűbb korabeli műveltséget szedte magára. Aztán 1458-ban visszatért Magyarországra, hiszen itt születésének köszönhetően, meg a valamelyik képességeinek köszönhetően is, bár majd látjuk, hogy ő nem nagyon érezte jól magát ebben az udvari környezetben, de a lényeg, hogy, hogy fontos udvari pozíciók válták, váltak rá, egészen konkrétan Pécsi püspökké nevezték ki, tehát egy főpap volt, egy feudális nagyód lett belőle, tehát egy komoly politikai karrier állt előtte, Valamiért azonban mégsem érezte magát jól. Magyarországon folyamatosan visszavágyott Itáliába, és mint az majd a későbbiekben kiderül, nem is, igaz, nem is igazán működött jól ebben a politikai szerepkörben. Ugyanis az történt, hogy 1465-ben egyrészt egy pozitív dolog volt, hogy végre elmehetett újra Itáliába, ahova nagyon vágyott, hiszen Mátyás elküldte a pápához valamiféle diplomáciai feladattal, viszont úgy tűnik, hogy ezt a, ezt a diplomáciai feladatot ezt, ezt nem jól végezte el, valamilyen politikai hibát vétett, ezt nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, de az lényeg, hogy, hogy elég, eléggé hirtelen egyszer csak kegyvesztet lett Mátyás udvarában, tehát ez, a, ez, az állandó otthontalanság érzete az, hogy nem érezte itt jól magát, ez még inkább súlyosbodott, tehát még inkább még inkább rosszul érezte magát Magyarországon. Ráadásul ő, ő egy rossz Egészségű, tüdőbajjal küzdő férfi volt, és ez a tüdőbetegség is egyre inkább romlott. Tehát, ugye, általában nem jól alakultak a dolgok az életében. Aztán 1472-ben, amikor Mátyás király nagy adóterhekkel sújtotta főnemességet, akkor ezzel nem volt nagyon népszerű. Ugye egy zárójában érdemes megjegyezni, hogy az igazságos Mátyás királyról szóló mesék azok pont azért születtek meg, hogy a Mátyásra kapcsolatos általános elégedetlenséget egy picit enyhítsék. Tehát ezek inkább jelentettek valamiféle, ma úgy mondanánk, hogy PR fogás, mint a valóságot. Tehát lényeg a lényeg, hogy Mátyás király ellen összeesküvés készült, amiben aminek részese volt Vitéz János és János Pannonius is belekeveredett, és emiatt aztán végképp menekülnie kellett az országból, és szeretett volna Itáliába visszamenni, de útközben vala Zagreb mellett meghalt. Tehát viszonylag fiatalon meghalt, és természetesen korán sem érte el azt a költői csúcsot, amire a tehetsége őt predestinálta volna. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy János Pannonius az első azoknak a magyar költőknek a sorában, akik tulajdonképpen picit korábban születtek, megelőzték a hazai viszonyokat, és ezért egyfajta ott szellemi otthontalanságban kellett élniük. Itt hoztam néhány képet. Ugye az első az egy pádovai ábrázolás, ez az egészen fiatal János Panunius t ábrázolja. Itt találtam még egy másik festményt ami ő tábrázolja, és ami az igazán érdekes, hogy 1991-ben a Pécsi Székesegyház altemplomában nagy valószínűsége János Pannonius maradványait találták meg, és ez alapján a kutatók készítettek egy ilyen rekonstrukciót, a koponya csontja alapján készítettek egy rekonstrukciót, ahol, hogy hogyan nézhetett ki János Pannonius, és ez is szerintem nagyon érdekes. Tehát ennyit, ennyit az életéről, tehát a korabeli viszonyok, Alap, vagy a korabeli viszonyok között abszolút a társadalom csúcsán volt, de mégsem volt ez egy igazán boldog és elégedett élet, amit ő élt. Na de beszéljünk egy picit az életművéről is. Ugye ő tulajdonképpen ő az, aki, a Magyarorsz aki Magyarországon, még nem magyarul, ezt hangsúlyozzuk, hiszen latinul ért, de ő az, aki Magyarországon meghonosítja a humanista költészetet, ezt az egész humanista életformát. Tehát azt lehet mondani, hogy az, amit Janus Pannonius képviselt, az ő művészeti, az a korabeli viszonyok között teljesen up-to-date volt, és ő egy ismert költő is volt a korabeli Itáliában. Mint mondtam, a, a versét latinul írta, és már az iskolában külön tantárgy volt a poétika, tehát az a hétköznapi iskolai gyakorlatoknak a része volt, hogy, hogy a diákok, a fiú diákok természetesen latinul verseltek, de ő nagyon hamar kiemelkedett a tehetségével, tehát ezeknél a rutin iskolai feladatoknál sokkal-sokkal magasabb színvonalon művelte ő a költészetet, már 15-16 éves korában tulajdonképpen érett költőként írt, és mint mondtam, ismerték is a nevét Itáliában, tehát ez a magyarországi Jánusz, ez a Jánusz Pannonius, ez egy ismert név volt, és rengeteg-rengeteg verset írt, ugye akkor még nem volt TikTok, meg nem volt közösségi média, akkor az emberek még nem nem tudom, Instagram sztoriban örökítették meg, hogy mi történt velük, hanem, hanem gyakorlatilag az életnek a minden területéről írt verseket, és ezek között Egészen meglepően, szókimondóan erotikus tartalmú epigrammák is vannak. Ezzel egyébként nyilván a szöveggyűjteményetekben nem fogjátok megtalálni, de azért az interneten, az elektronikus könyvtárban ezeket meg lehet találni. Tehát az élet minden területéről verselt, nagyon nagy öm, technikai tudással és nagyon magas színvonalon. Tehát itt vannak gúnyolódó epigrammák, természetről szóló versek, az tényleg az élet minden területét megverselte. Csak hát ugye még nem magyarul, hanem latinul. És tényleg nem győzöm hangsúlyozni, hogy ő, hogy ő nem csak egy ilyen nóném magyar költőcske volt, hanem abszolút felvette a versenyt a, kora, a, a kortársaival, a korabeli költőkkel is. Talán, hogyha máshogy alakul az élet, és a családi kötelékei nem hozzák vissza Magyarországra, akkor lehet, hogy egy még nagyobb karriert is befuthatott volna. De hát ezt sajnos már soha nem fogjuk megtudni. Na itt néhány verséről beszéljünk konkrétan. Az első a Pannonia dicsérete című epigramma. Ugye, ha emlékeztek, az epigramma az eredetileg sírfeliratot jelentett, de a mai fogalmaink szerint a, az epigramma az egy disztihomban írott, rövid, velős, általában tanító, célzatú vers. Nagyon egyszerűen akarom összefoglalni. És talán a leghíresebb janus Pannonius vers, ez a Pannonia dicsérete című epigramma. Ezt nagyon sokszor szokták úgy értelmezni uh, diákok, hogy hát ez egy milyen beképelt, beképzelt uh, szerző, hogy ez egy milyen egoista vers, de tulajdonképpen ez az irodalom tényleg nyelvén átfogalmazó úgy hangzik, hogy a Pannoni a dicséretében már nagyon jól megragadható az a reneszánsz szerzői öntudat, amiről már korábban volt szó, hogy, hogy a művészek, a költők, a képzőművészek is már kilépnek a középkori névtelenségből. Ők már nem egyszerűen csak a vallásnak a szolgái, hanem nagyon-nagyon öntudatos szerzők, akik büszkék arra, amit elértek és ebben, a, ebben, az epigrammában is az jelenik meg, hogy Jánusz Pannonius mindenféle álszerénység nélkül büszkén fölvállalja, hogy ő az, aki Magyarországon elsőként um, műveli ezt a humanista költészetet, ő az, aki, aki öregbíti ezáltal Magyarország hírnevét. Tehát ez nem beképzeltség, hanem szerző ilyen tudat. Ezt így hívjuk. Na, nagyon röviden még néhány versről. Ugye megszokták itt még említeni a Búcsúvárattól című verset és egyébként itt érdemes elmondani azt is Jánusz Pannoniuszról, hogy ő, hogy ő attól érdekes, hogy ebbe a egyébként azért nagyon sokszor nagyon sematikus reneszánsz költészetbe egyéni szint, egyéni, egyéni élményeket visz. Ugye erről még nem esett szó, de, de azt szokták mondani, hogy a reneszánsz, mint korstílus, tulajdonképpen nem az irodalman hozta létre a legmagasabb színvonalú alkotásait finoman fogalmazva, hiszen a reneszánsz szövegek, a reneszánsz irodalmi művek, azok nagyon sokszor így tobzódtak az ókori utalásokban, nagyon sokszor inkább ilyen, hát hogy mondjam, az ilyen műveltséggel való flexelések voltak, mint sem nagyon személyes egyéni költemények, és nagyon ritka az olyan költő, aki emellett az általános műveltség mellett, meg az antik irodalomra való állandó utalások mellett valami igazán személyes színt tudott vinni ebbe a költészetbe, és ettől olyasmit tudott írni, ami mondjuk még több mint 500 évvel később is érdekes. Na János Pannonius pont ilyen volt, hogy egyfelől megvoltak ezek a reneszánsz kötelező körök, tel is tele vannak ókori utalásokkal, ugye nagyon sok benne a mitológiából vett név, tehát ezek mind-mind megvannak, de ugyanakkor érződik rajta a személyiség. Érződik rajta azt, hogy ezt egy húsvér, gondolkodó, sokszor szenvedő ember írta. Ez a jó tulajdonképpen János és ez az, amitől a mai napig olvasható már, mint azok számára, akik szeretnek verseket olvasni. Na tehát visszatérve a Búcsú című verse, ez is tulajdonképpen egy tök hétköznapi élményt dolgoz fel. Arról van szó, hogy egy ideig ö, Nagyváradon tartózkodott János Pannonius, de aztán a nagybátyja az visszahívta a királyi udvarba, és ezért véget kellett vetni ennek a, ennek a, nagyon kellemes időtöltésnek Nagyváradon, és ez egy úgynevezett búcsúvers. A búcsúvers, ez ahogy a neve is mutatja, az a valakitől, vagy valamitől, egy helyszíntől, vagy egy személytől való búcsúzást dolgozza fel. Ennek a lelki oldalát, hogy, ez, hogy ezt hogyan éli meg a személyiség, és ezeket, a, ezeket, a, a, ezeket az ellentmondásos érzéseket. És hogyha már utaztatok életetekben hosszabban, tehát készültetek valami nagyobb utazás, valahonnan el kellett menni, vagy valahonnan haza kellett indulni, akkor pontosan tudjátok ti is, hogy ez mindig egy nagyon ellentmondásos, ambivalens érzéseket kelt, mert egyfelől rossz az, hogy el kell szakadni, onnan, ahol voltál, különösen például, ha egy nyaralásból kell hazajönni, vagy egy olyan helyről, ahogy, ahol jól érezted magad, ugye mindig azért kicsit izgul is az ember egy hosszabb utazás előtt, hogy minden rendben legyen, de ugyanakkor ott van az az öröm is, hogy, hogy megint, megint lehet úton lenni, el lehet menni egy másik helyre, vagy esetleg haza lehet térni. Na, a Búcsú Várattól című versben is ezek a teljesen hétköznapi ellentmondásos érzések jelennek meg, csak olyan módon, hogy közben azért tulajdonképpen olyan, mintha egy ilyen képes lapot is adnál a, a, városról, a nagyváradról, tehát elbúcsúzik annak azoktól a épületeitől, a helyszíneitől, a királyszobroktól, a fürdőktől, amik, amik számára fontosak ö, váradon. Tehát ö, ez a búcsú várattól címves, nyilván nagyon röviden, órán lehet, hogy veszitek majd kicsit részletesebben. Aztán fontos verse meg János Pannoniusnak, az egy Dunántúli Mandulafáról cím, címmel írott elégiája. Ez is egy, az benne, az benne a nagyszerű ebben a versben, Egy egyfelől persze már vá, fárasztó ez a sok-sok latin név, meg mitológiai utalás, de ugyanakkor meg nagyon érdekes, hogy egy, te, megint csak egy teljesen hétköznapi dolgot, az, hogy még tél van, de már virágzik a, a, a egy mandulafácska, Ahogyan, ahogyan, ezt a kettőt, kettőt összekapcsolja, ráadásul úgy, hogy ez a korán virágzó mandulafa, ez a saját sorsának az allegóriája lesz. Ha emlékeztek, az allegória az a hosszabb szöveg át végigvitt metafora, vagy egy, akár egy egész művön át végigvitt metafora, tehát nagyon leegyszerűsítve az allegória az az, amikor egy költő valami máson keresztül fogalmazza meg a valódi mondani valóját. Ebben a konkrét esetben ez a mandula fácska, ami egyébként tényleg a, a legkorábban virágzó fák közé tartozik. Ennek következtében nagyon sokszor történik meg az, hogy még lefagynak a mandula virágok, tehát egyszerűen túl korán virágzik, és még jön egy éjszakai fagy, és akkor lefagy az egész. Na szóval, hogy ez a mandula fa, ez a Janus Pannonius saját költői pályájának, illetve a saját életének lesz az allegóriája. Tehát, hogy János Pannonius is kicsit úgy érzi magát, mint ez a mandulafácska, aki túl korán ö, született, egy olyan közegben kellene virágoznia, vagyis is költőként, vagy értelmiségiként dolgoznia, ami még nem érett arra, hogy ő itt Működjön, hogy ő itt életben maradjon, és ugye azt is előrvetíti ez a vers, hogy ennek, ennek egy korai, korai um, elmúlás lehet a vége. Tehát egyszer egy nagyon szép, egy anyaggal, nagyon sűrűn teletűzdelt, ugyanakkor egy nagyon, nagyon um, szóló és egyszerű vers a Dunántúli mandulafáról szóló. Illetve nekem még a személyes kedvencem a János Pannonius versek közül a saját lelkéhez című, ez is a szöveggyűjteményben megtalálható. Ez pedig már egy kifejezetten filozófikus alapállásból indító vers, pedig a neoplatonista filozófiának a tanai fedezhetők fel benne. Csak nagyon röviden, ugye egyrészt érdekes, hogy már a reneszánszban újra előkerülnek ilyen antik szerzők, mint, mint Platon, meg a neoplatonizmus. Már nem, hogy mondjam, már nem merül fel az hogy, az, hogy mondjuk a kereszténységgel ezek összeegyeztethetetlenek, és egyébként manapság is él ez a nagyon erős hit, ami a platonál is, meg aztán később a neoplatonizmusban is megjelenik, hogy a világban volt valaha valamiféle egység, egy ideális állapot, és tulajdonképpen ez az ideális állapot romlott le aztán, és vált szét például a lélek, a... A, a nagy világegésztől, és költözött be valamiféle testbe. Ez most így elég elvonta hangzik, de hogyha valaki így beleolvasja mindenféle kortársak és spirituális uh, irányzatokból, ott még sokszor előkerül ez a, ez a gondolat, hogy valaha volt egy nagy egységes, ideális egység világállapot, ahol minden jó volt, és minden egységes volt, és a lélek az abból valahogy így lezuhant a testbe, ami a lélek számára egy szinttel rosszabb létállapot. Na ez a nagyon hardcore filozófia jelenik meg a saját lelkéhez című versben, olyan módon, hogy ugye arról filozofál ebben a szövegben, hogy, hogy van-e egyrészt egy, egy nagyon erős intellektusa, egy szellemisége, ami tényleg az egész világot akarja megérteni, és ez a szellem, ez az intellektus bele született egy ilyen nagyon beteges, nagyon gyenge testbe, és hogy tulajdonképpen egy picit érzi is már a saját közeledő halálát, az, hogy, az, hogy ebben, a, ebben a betegeskedő testben neki nem lesz hosszú élete, és tulajdonképpen az abban a szempontból jó hír lesz az ő lelkének, hogy kiszakadhat ebből a, ebből a gyengetesből. Tehát ez, ez, megint csak ez a, ez a, nagyon hétköznapi tapasztalat, hogy nagyon sokszor a fizikai valóság, a saját képességeink, a saját testi adottságaink, azok milyen sokszor gátolják azt a, azt a szellemi munkát, vagy azokat a vágyakat, amiket mondjuk a, a szellemünk érez, vagy a szellem állít magunk elé. Na, szóval ez egy ilyen agyalósabb vers, de szerintem nagyon szép. Na, csak sikerült szegény János Pannoniuszt is egy kicsit elhúzni, de ennyi lett volna a rövid áttekintésben János Pannoniusznak az élete, illetve a költői művészete. Ha hasznosnak találjátok a videót, akkor iratkozzatok fel, ha szeretnétek támogatni anyagilag is, akkor pedig ezt megtehetitek a Patreonon, vagy a Youtube-on egy szuper köszönet Vásárlásával! Sziasztok!